Utolsóként mindössze 2 pontot szerezve búcsúzott az NB1B-től az elmúlt szezon végén a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A városban úgy döntöttek, hogy új alapokra helyezik a korábban sok szép sikert elért sportágat, ezért az önkormányzat a nyár elején megalakította a Nyírbátori Sport és Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft-t. Szakágvezetőként az a Petneházi Zsolt dolgozik a kézilabdáért, aki korábban 12 évet töltött a bátori csapat élén. Abban az időszakban 4 éven keresztül az NB1B-ben szerepelt a Nyírbátor, a legjobb helyezésnek pedig egy 5. hely számított. Most újra az alapokról kell elkezdeni az építkezést. A cél ugye az, hogy újra fölépítsük az egész rendszert. Az utánpótlás csapatoktól kezdve a felnőtt csapatnak az eredménye szereplése a cél. Nem feltétlenül az a célunk, hogy az első évben itt bajnokságot nyerjen a csapat, hogyha a realitások talaján maradunk, ez nem is reális. De az, hogy a minél jobb szereplés és az első 5 hely valamelyikének a megszerzése, ez úgy gondolom reális célkitűzésünk. Amit úgy szeretnénk elérni, hogy újra minél nagyobb számban fölépítsük az utánpótlás a szivacstól az ifjúsági, illetve a serdülétre az ifjúsági csapaton keresztül, és még azt szeretném elmondani, hogy ez elég nehéz feladat lesz, mert gyakorlatilag ugye az új felállással mindent újra kell építeni, kezdeni, de reméljük, hogy 1 év múlva már sikeres időszakra fogok tudni beszámolni. A szakmai munkát Csapos János irányítja majd. Az edző saját nevelésű játékosokra szeretne támaszkodni a következő szezonban. A keret nagy részét a helybeli játékosok fogják alkotni, és több játékossal vagyunk tárgyalásban, amelyek a héten fognak realizálódni. A felkészülés természetesen kész van. Az első 2 hétben napközis turnusban napi 2 edzéssel fogunk készülni, utána a napi 1 edzéssel folytatjuk tovább, és az iskolai időszakban, ugye szeptembertől pedig heti 4 edzéssel fogunk tovább haladni. A nyírbátori csapat kedden kezdte el a felkészülést a helyi oktatási centrumban, ahol a meccséket is játsszák majd Csapos János tanítványai. Az önkormányzat pályázott egy 2 küzdőteres, multifunkcionális csarnok építésére, amely a tervek szerint 2 év múlva készül el. Az új csarnokban már NB1-B-s meccseket szeretne játszani az NBSC.